Sziasztok! Remélem jól vagytok. Ma jön egy új francia lecke, de először meg szeretném köszönni minden embert, aki feliratkozott a csatornámra. Remélem, hogy tetszenek a hosszabb videók, ugyanis minden videót, amit most ki fogok rakni, a hármas kategóriás fizetős tagságban vannak hosszabbított videók ugyanerről, amit most csinálok, csak hosszabb videók, amiben több szavakat lehet megtanulni. Nagyon szépen meg szeretném köszönni azokat az embereket is, akik támogatnak például PayPal-on keresztül. Köszönöm szépen! Na jó! Szóval... Fantasztikus! Ma egy olyan dologról fogunk beszélni, ami egy kicsit érdekes, ugyanis arról fogunk beszélni, hogy milyen különböző szavakon mondanak dolgokat, vagy kimondanak dolgokat Franciaországban, attól függ, hogy hol lakik az ember, és máshogy, vagy más szavakat mondanak, vagy máshogy mondják ki. Na szóval, erről lesz ma szó. Például van a kenyérnek a csücske, szóval a sercli. Tudom, hogy Magyarországon is vannak különböző szavak erre a dologra, szóval nem akarok ilyen izé lenni. Nem ismerem őket. Ezt a serclit is kinéztem az internetről, szóval ezt se ismertem. De franciául úgy is lehet mondani, hogy quignon de pain, quignon de pain, quignon de pain. De vannak olyan helyek, ahol azt mondják, hogy crouton, le crouton du pain, vagy le cul du pain, a kenyérnek a segge, le cul du pain. És a crouton az tulajdonképpen normálisan azok a kis kockák, amiket be lehet rakni, vagy a salátába, vagy a levesbe, szóval ez egy kicsit. Én azt mondom, hogy quignon de pain. De attól függ, hogy hol lakik az ember, és már is máshogy mondják. Szóval ezt franciául úgy kell mondani, hogy quignon de pain. A hibajavító, tudjátok, az a fehér, amit vagy ecsettel kell kenegetni, vagy így le lehet húzni, mert már száraz, azt úgy is hívjuk, hogy Tipex, mert ugyanis az annak a márkája, Tipex, vagy Blanco, Blanco, amit körülbelül úgy lehetne fordítani, hogy fehérítő, Blanco. Akkor van a felmosó rongy, ami attól függ, hogy hol lakunk, lehet Serpillière, 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 vagy Loc, Loc, vagy Torchon, Torchon, Torchon. Nem fogom mindegyik képnél mindig mindegyik szavat elmondani, mert különben túl sok lenne, de itt látjátok, hogy van például még ezen kívül a toile, vagy a vasang, vagy a bás, vagy a panos, de én ezeket nem szoktam használni, szóval nem vagyok mindig biztos abban, hogy jól mondom ki őket. De itt lent például a pej, vagy a piesz, azt tudom, hogy jól mondom ki, de mondjuk én nem nagyon szoktam használni, de már hallottam azt, hogy pej, vagy piesz. Ahogy látjátok ezen a térképen, vannak olyan dolgok is, ahol ugyanazt a szót máshogy mondják, attól függetlenül, hogy hol lakunk Franciaországban. Például poulet, poulet, az a csirke, vagy van, ahol azt mondják, hogy poulet. Én ezt nem, ez nekem a füleimnek így, poulet, nem. A normális franciában úgy mondjuk, hogy poulet. Olyan a rózsa, vagy a rózsaszín, amit normális franciában úgy mondjuk, hogy rose, rose. De főleg Dél-Franciában azt mondják, hogy rose. Roz, roz. Kimondani is nehezen csinálom, mert ez nekem annyira nem természetes. Ez a roz, de
Normális franciában úgy mondjuk, hogy róz. De hát így beszélnek. Meg kell szokni. Nekem is nagyon nehéz volt megszokni. Az elején, amikor Marseille-ben érkeztem, emlékszem, hogy elmentem egy boltba, és hallgattam, hogy hogy beszélnek körülöttem, és teljesen biztos voltam abba, hogy abba a boltba csak turisták vannak, és hogy mindenki ilyen külföldi nyelven beszél, amit én nem is értek. Pedig nem volt igaz, mindenki franciául beszélt, csak olyan más az akcentusuk, mint fent Belgiumban, ahonnan én jövök, hogy így... Nagyon nehéz megszokni, de meg lehet. Vagyis nekem nagyon nehéz volt megszokni. De valaki, aki tulajdonképpen nem beszél még franciául, annak nem nehéz megszokni, mert az úgy gondolja, hogy ezeket így kell kimondani, aztán így mondjuk ki és kész. De valaki, aki előbb fentebb lakott Franciaországba, Párizs, vagy mit tudom én is, lemegy délre. Ja. És ott, ahol ti éltek, ezeket hogy mondják? Írjátok le a kommentekbe. Kíváncsi lennék. Mától kezdve van egy újdonság a csatornámon, ugyanis a PDF-eket is megkaphatjátok ezekről a leckékről. Azok, akik fel vannak iratkozva a csatornámra a harmadik szinten, azoknak automatikusan jár ez a PDF, a videó alatt lesz majd a link, csak rá kell kattintani, és megkapják ingyen azt a PDF-et, ami az ő leckéjükkel megy. Ti, akik még nem iratkoztatok fel a csatornámra, megvehetitek azt a PDF-et, ami a ti leckétekhez való, 800 forintot kell nekem küldeni PayPal-on keresztül, minden itt van a videó alatt, a link, hogy milyen PayPal-ra kell küldeni, utána ott van az e-mail cím is, ahova írni kell nekem, hogy elküldtétek a PayPal-on a 800 forintot, és hogy küldjem vissza nektek azt a PDF-et, ami ahhoz a leckéhez tartozik, amit ti oda fogtok írni nekem, mert különben nem fogom tudni, hogy melyik leckéhez akarjátok azt a PDF-et. Jó? Köszönöm! Ne felejtsétek el, hogy ezt a videót hosszabbítottba, szóval sokkal több szóval, meg másmilyen dolgokkal is meg lehet találni a fizetős videóimba. A harmadik fokú tagságnál kezdődik ez a hosszabbított videózás. Remélem, hogy tetszett ez az új francia lecke, és nem sokára találkozunk egy másik francia leckén. Sziasztok!